Sziasztok, Balázs Zsoti vagyok. Ma a kezdőedzés tervezésről fogunk egy pár szót ejteni. Nem lesz konkrétan levezetve az egész, hogy most hétfőn mit edz, kedden mit edz, csak egy kicsit átbeszéljük ezt a témát, hogy jobban el tudjatok igazodni. Ugye általában, amikor már megvan az elhatározás, akkor ezzel jön egy óriási motiváció is, de ezzel vigyázni kell egy kicsit, nagyon fontos betartani a fokozatos terhelés elvét. Általában azt szoktam javasolni, hogy amikor mondjuk kiszúrunk egy heti 3 alkalmat, azért fontos, hogy ne heti 5-tel, 6-tal kezdjünk, vagy akár van, aki még heti 7-et is jön, mert az elején meg kell szokni azt, hogy a meló után, vagy meló előtt nem az van, hogy akkor pihengetünk otthon, nézzük a kedvenc sorozatainkat, hanem hogy elmegyünk az edzőterembe. Tehát már ez egy új dolog, ezt meg kell szokni. Ezt egyelőre én azt szoktam javasolni, hogy a heti 3-at lőjük be, szokjuk meg, hogy 3-szor van egy kis sport az életünkben, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Itt általában azt szoktam javasolni, ugye a fokozatosságot betartva, hogy az első 2 hétben még biztosan, de előfordult akár, hogy 3-4 hétig is szoknunk kell a terhelést, ezért egy ilyen komplett egész testes átmozgató edzést szoktunk akár berakni heti 3-szor is. Minden izomcsoportra egy, maximum 2 gyakorlat, egy ilyen 3 munkasorozattal. Nagyon fontos az, hogy itt még ne legyen az, hogy azok az ismétlések, amit később majd tapasztalni fogsz, hogy nagyon fázizom, mindened leszakad, ezeket majd később, amikor már ugye megismered a terhelést, ide azoknak a fokozatait, akkor ráérsz ezzel foglalkozni. Tehát az elején tényleg annyi elég, hogy mondjuk csinálsz egy kis fekvanyomást, csinálsz egy kis bicepszet, többi gyakorlatot, érzed azt, hogy mi történik, mi dolgozik. Érdemes emiatt ugye egy kicsit utána nézni az interneten, hogy milyen izomcsoportok vannak, milyen gyakorlattal érdemes kezdeni, mert tényleg hogyha óriási izomlázat generálsz magadnak először, akkor másnap fölkelsz, azt érzed, mint a múmia, mint meg se tudsz mozogni, teljesen így vagy, nem bírsz kikelni az ágyból, elmehet a kedved tőle, mert igazából most hát minek menjek oda, óriási izomlázom van, meg se bírok mozdulni, nem bírok állni, nem bírok ülni a munkahelyemen, ez nem is egy jó dolog, nem is érzem annyira jónak, nem érzem a magaménak, nem biztos, hogy fogod ezt csinálni hosszú távon, úgyhogy emiatt tényleg nagyon fontos, fokozatosság elve, úgyhogy ezt tartsátok be. Érdemes a nagyobb izomcsoportokra, mondjuk egy mell, egy hát, egy láb, 2-2 gyakorlatot végezni. A kisebbekre, mondjuk a váll, biceps, triceps, ezekre egy-egy gyakorlat bőven elég lesz, és nagyjából egy ilyen 3 sorozatot érdemes csinálni rá. Nagyon sokan elhanyagolják, de nagyon fontos az edzés előtti bemelegítés. Kezdőknek azt szoktam javasolni, hogy egy ilyen 5-10 perc kardiogépes mozgás, főleg, hogy majd jön a hidegebb idő, így azért érdemes egy kicsit felkészíteni a testet. Akár reggel van, akár délután, egy kicsit ráhangolódsz az edzésre, átkapcsolsz, hogy most mi is lesz ma, fogsz edzeni egy tök jót, leteszed a világ dolgait, és magadra fogsz fókuszálni egy órát, másfél órát, úgyhogy ez tényleg nagyon fontos. Ezután pedig az alapgimnasztikai bemelegítés kezdőknek teljesen jó. Fentről haladva egészen lefelé, vállkörzés, törzskörzés, minden tényleg, ami kell, hogy előkészülj arra, hogy terhelés fog érni. Főleg amiatt is, mert ugye a hétköznapokban nem végzel olyan mozgásokat, amik itt az edzőteremben vannak, és könnyen meg tudsz húzódni, úgyhogy tényleg nagyon fontos, úgymond üzemi hőmérsékletre előkészíteni a testet, hogy minden izom jól tudjon dolgozni, bemelegedjenek az izületek, ne legyen hosszú távon, vagy akár rövid távon sem különböző izületi panaszod, vagy bármilyen izompanasz. A másik nagyon fontos, amit ugye mindenki elhanyagol, a táplálkozás. Ugye nem figyelünk rá abszolút, de jó tudni már itt az elején, hogy az edzés előtti és az edzés utáni táplálkozások nagyon-nagyon fontosak, tehát próbáljunk meg azért edzés előtt, edzés után enni valami kicsit tartalmasabbat, tehát nem egy ilyen kis sportszeletre gondolok, hanem eszünk egy kis zappelyet, például egy kis rizst, egy kis hússal, vagy akár fehérjével, tojással, edzés után pedig nagyjából ugyanaz, ezek egyébként teljesen jól működő kaják. De a lényeg az, hogy a vércukor egyenletesen tartása érdekében mindenképpen érdemes kajálni. Ne legyen ez. Tehát gondolj úgy az edzésedről, hogy erre felkészülsz, betöltesz, iszol, eszel, és úgy jössz el, hogy te most sport teljesítményt szeretnél leadni. Tehát nagyon fontos az, hogy be legyél töltve, úgymond, ez ilyen kis bádis kifejezés, be legyenek töltve az izmok, be legyen töltve a rendszer, lenyomod az edzésed, és utána ugyanúgy kérni fogja azt, hogy ő ezt helyreállítsa, regenerálja. Tehát az edzés utáni táplálkozás ugyanúgy megkerül
legyen, kellő folyadékfogyasztás, sófogyasztása az étellel pont amiatt, hogy, visszatöltő, hogy újra egy kicsit beinduljon a szervezet, a keringés, minden. Külön kitérnék arra, hogy az edzés előtti táplálkozás az nem abban merül ki, hogy tényleg egy ilyen protein szeletet elnasolunk a futópadon, mert ugye van egy emésztési idő is. Tehát amikor eszel mondjuk egy alapkaját, mondjuk egy köret, egy hús, egy zöldség, annak azért egy ilyen másfél órával legalább az edzés előtt le kell érnie. Én mostanában van, hogy 2 órát is hagyok, azt érzem, hogy akkor jut be minden a helyére, és ha belegondolunk, megeszünk egy tál kaját, az fél óra múlva nem jut be az izmokba. Tehát ennek azért egy ilyen másfél-két óra kell. Ha mondjuk akár egy ilyen fehérjeport használsz egy könnyedebb szénhidrátforrással, mondjuk egy kis rizskásával, akkor annak 1 óra is elég lehet, de a húsoknak, komplexebb szénhidrátoknak azért időre van szükségük. Edzés után pedig akár nyugodtan fogyaszthatsz egy fehérjét, vagy szilárd étkezés az jól jöhet, majd akár az edzés után fél órával, 1 órával közvetlenül. Az edzésterületeket nem kell túlságosan túlmisztifikálni. Ugye a mostani social világban rengeteg cifra gyakorlat van fent. Az elején mindig az a lényeg, hogy az alapgyakorlatokat sajátítsuk el. Nagyon fontos, hogy ezek az alapgyakorlatok igazából nevezhetjük úgy, akár ez a picit nehezebb kézisúlyzós rudas gyakorlatok. Ezek azért nagyon fontosak, mert ezekhez jóval nagyobb koordináció kell, mint a gépes gyakorlatokhoz. És emiatt, hogyha meg tudsz csinálni mondjuk 2 egykezes súlyzóval párhuzamosan egy oldalemelést, egy fekvőnyomást, akkor igazából bármilyen gyakorlatra képes leszel, vagy akár egy sétáló kitörést, ha meg tudsz csinálni, akkor utána már tényleg bármilyen gyakorlat jöhet. Utána már lehet egy kicsit rámenni a gépekre, de az elején nagyon fontos az, hogy az alapgyakorlatokat elsajátítjuk. Én azt javaslom, hogy ha belefér a keretedben, van erre affinitásod, akkor válasz magadnak egy edzőt, aki úgy szimpatikus. Legalább az elején csak nézzétek át a gyakorlatokat, próbáld elsajátítani, tudd meg azt, hogy mi az a melyik izom dolgozik, mi az az agyizom kapcsolatot, nézzük meg a különböző szögeket, hogy tényleg minden úgy dolgozzon, ahol kell, ne legyen az, hogy hosszú távon elkezd fájni egy váll, egy könyök, egy csukló, és akkor utána már magad is tudod ezeket csinálni, továbbvinni az egészet, úgyhogy az elején szerintem ez fontos lehet. Ha hozzám érkezik valaki, egy írja össze egy kezdő edzéstermet, akkor nem szoktam ebben segíteni, nem amiatt, mert hogy bunkó vagyok, hanem úgy érzem, hogy ez egy felelőtlenség, hogy odaadok egy darab papírt, amire le van írva egy edzésprogram, és odaadom valakinek. Nem biztos, hogy úgy meg tudja csinálni ezek a gyakorlatokat, nem biztos, hogy tudja, hogy melyik az a gyakorlat, amit én leírtam, és az olyan érdekes, hogy megnézek egy edzéstervet, és utána megyek fel az internetre kikeresni, és akkor mi az, meg hogy kell csinálni, tehát én ilyet abszolút nem szoktam vállalni, de hogy legyen azért egy kis konkrétum ebben, amiről most itt elég sokat beszéltünk, tehát nagyjából úgy szoktam összeépíteni egy ilyen kezdő átmozgató napot, hogy ugye a nagyobb izomcsoportokra mondjuk 2 gyakorlatot választunk, tehát mondjuk egy mellizom esetében választok mondjuk egy fekvenyomást és egy tárogatást. Ezeket akár, hogyha látom a mozgásból, illetve tudom a sportmódját az illetőnek, hogy van azért sportmód, akkor tudom, hogy jó a mozgáskoordináció, akkor a tárogatást az mindenféleképpen azért kézisúlyzóval szeretem csináltatni, de akár a fekvenyomásnál is inkább odaadok két darab egykezes súlyzót, mert azzal azért nagyobb kontroll kell, jobban fel tudom mérni, hogy hogy állunk. Hátra ugye egy evezés, egy döntött törzsű evezés az teljesen jól működhet, akár egy fűrészelés, illetve ugye még ott egy alapgyakorlat lenne a húzóckodás, viszont az ugye elsőre nem fog menni senkinek, tehát nagyon jó, hogyha van az edzőteremben egy asszisztos húzóckodó gép, az úgy tök jó lehet, vagy ha nincs, akkor egy sima széles lehúzás az akár teljesen jó lehet. Aztán igazából jön mondjuk egy láb, ott akár egy guggolás variációt is meg szoktam nézni nagyjából, hogy állunk, ott ugye nagyon fontos, hogy a csípő mobilitás, a boka mobilitás milyen, tehát ezt így meg tudjuk nézni, vagy akár egy helyben kitörés. Gépeket annyira nem szoktam még elsőre javasolni, max egy kicsit így bemelegítés miatt. Válnál ugye mondjuk nézhetünk egy oldalsó deltár irányú oldalemelést, bicepsnél egy sima karhajlítás, tricepsnél meg mondjuk egy sima csigás letolás, vagy amit még nagyon szeretek, meg tényleg sokan szeretnek, a padós tolóckodás, az is már egy kicsit ilyen alapabb gyakorlat, jobban tartanod kell a törzsed, jobban tartanod kell a különböző izmokat. Úgyhogy igazából látjátok, hogy amit így elmondtam, ebbe a csoportba olyan gyakorlatokat próbálok mindig belerakni, ahogy fel is tudom mérni az adott egyének azt, hogy áll jelenleg, milyen a mozgás koordináció, főleg 2 egykezes kell végzett gyakorlatnál azonnal ezt lehet látni, de nálatok is nagyon jó, hogyha úgy kezditek el, mert hogyha már 2 egykezessel tudsz például fekvenyomni, tudod őket kontrollálni, akkor az egy óriási szabadságot ad, onnantól kezdve bármilyen gyakorlatot szinte meg tudsz csinálni, kitöréseknél is, amikor már tényleg stabilan megy mondjuk egy sétáló kitörés, nem dőlsz össze-vissza, nem megy be a térded, bokád minden irányba, akkor már tényleg egy tök jó váza van az egész dolognak, onnantól már jól tudsz erősödni, jól tudod építeni
építeni fel az egész edzésedet, vagy teljesen önmagadat is. Még egy dolog, nagyon hasznos tud lenni a nyújtás, amit ugye már az elején jó, hogyha beiktasz, mert később ugye biztos, hogy nehezebb lesz hozzászokni. Azért nagyon fontos a nyújtás, mert rugalmasabban tartja az izmokat, gyorsabb lesz a regeneráció, több tápanyagot tud felvenni az izomzat, szebb lesz tőle a tartásunk, úgyhogy tényleg ezt ne hanyagoljuk el. Sérülések megelőzése miatt is nagyon fontos, én is rendszeresen szoktam nyújtani, mert egyszerűen tényleg behatárolja a mozgás, hogyha nem nyújtasz, előre húzza a vállat, például a mellizom, úgyhogy ezekre nagyon érdemes odafigyelni.